A Balatonfűzfői Marina legtávolabbi csücskében apró színes hajók ringatoznak a csillogó vízen. A különleges kis szerkezetekből csak 8 példány van Magyarországon, de a világon is alig 2000. Zoltán a gazdájuk azt mondja, gyerekjáték összeszerelni és kormányozni is őket. Később majd meglátjuk ezt is, de először nézzük meg neki, hogy megy a mutatvány. Ausztráliában kezdtem versenyezni, oda-vissza is mentünk, és jövőre megyünk, mert ezekkel a hajókkal lesz a VB. Azon kívül voltunk Kanadában, Amerikában, Európában, több országban, Szingapurban voltam egyszer, még Afrika maradt ki. Gyerekkoromban a strandokon, ott a Bondi Beach-en nőttem föl, és nagyon hiányzott a tenger. Találtam ott egy egyesületet, ahol ilyenfajta hajókkal, meg más, nagyobb, bonyolultabb hajókkal is lehetett vitorlázni, és teljesen belemerültem. Eddig valóban egyszerűnek látszik, de egy kis alapoktatásra mindenképp szükségem lesz. Mindjárt át is szállok Zoltánhoz. Ezzel a joystickkel kormányozunk, nem úgy, mint a nagy hajóknál, hanem itt egyenesen, ha balra akarunk fordulni, akkor balra toljuk. Uh-huh. Ha jobbra akarunk fordulni, akkor meg jobbra. És elég agresszívan lehet csinálni, mert nagyon agil kis hajóról van szó, és én inkább egy vízi dodgennek hasonlítom néha. Nem azért, mert ütközünk, hanem hogy mennyire tud forogni, pörögni. Közben van időnk beszélgetni is. Kíváncsi vagyok erre az emberre, aki magyar, de Ausztráliában született, aztán a kanadai légierőnél szolgált kutatómentő pilotaként, most pedig vitorlás versenyzőként járja a világot. Mit kell tudni ezekről a hajókról? Access dinginek hívják, az access, mint az angolul ugye az akadálymentesség, és roppant egyszerű, amit mutattam, hogy lényegében három kötél van, még a kis apró igazításokat lehet másképp csinálni, de három kötél, amit kezelni kell. Nem tud felborulni, mert egy tőkesúlyos svertlapja van, amiben van 34 kiló ólom, és ez egy méterre a vízszint alatt van. A hajók is, és ezek a vitorlák még Ausztráliából jöttek velem együtt 2003-ban, itt vagyok most már 8 éve, és most már magyar színekben vitorlázom és versenyzem. Tényleg kellemes kis hajó ez, mondhatni kezes bárány. Nagyon meg lehet szeretni. Van azért még egy lényeges tulajdonsága ennek a dinginek, amiről eddig még nem esett szó. Szinte bárki tud az ilyen hajóval vitorlázni. Van ennek olyan variációja, amit szervókkal vannak ellátva, úgyhogy egy kis elektronikus joystickkel lehet kormányozni, meg a vitorlát kezelni. Van olyan, aki rendszeresen versenyzik, aki lélegeztetőgépen van. Zoltánról pedig elárulom, hogy aktív paralimpikon, kiváló versenyeredményekkel és még a világranglistán is jegyzik őt. Többek között a pekingi olimpián is ő képviselte Magyarországot ebben a sportágban. Közben az egyesületében több vállalkozó szellemű kerekesszékes vitorlás követi a példáját. Ha valaki most kedvet kapott, és éppen egy ilyen szelíd kis hajót szeretne kipróbálni, Zoltán örömmel segít. Keressék őt bátran!